Üdvözlöm a közös tér nézőit, hamarosan megtöltik a sorokat a fiatal filmesek itt az Uránia Nemzeti Filmszínház nézőterén, és megkezdődik a 9. Big Film Fesztivál. A BIG az a Bródy Imre Gimnázium nevéből lett összerakva, ugye a kezdőbetüket, hogyha egybeolvassuk, és azt tükrözi, hogy gyakorlatilag így a Bródy filmes diákjainak volt először egy ilyen házi filmvetítése még 9 évvel ezelőtt egy kis művelődési házban, és azóta szépen, ahogy nőtt a rendezvény, először a Toldi moziba került át, és aztán pedig immár 3. éve az Uránia Nemzeti Filmszínházba. Most, amit az idei rendezvényen változtattunk, az az, hogy tisztán két kategóriába értékeltük a filmeket. Tehát van egy U19 kategória, akik gyakorlatilag a középiskolás korosztályból állnak, és van egy 20 pluszos, a felsőoktatási hallgatók, illetve hát a szabadúszó filmesek 30 éves korig. Körülbelül 70 film érkezett be, és 29 került versenybe, és a versenyfilmeket vetítjük le most a mai nap során, és ők közül kerülnek ki a díjazottak, összesen 10 díjat fogunk kiosztani. A zsűri elnöke most Timár Péter, nagyon örülünk neki, hogy elvállalta ezt a szerepet, számunkra nagyon megtisztelő. A múltamból adódik, hogy én is amatőrfilmfesztiválokon kezdtem, és én szerintem, aki nem az amatőrfilm mozgalomból jön, hanem innen jön egészen lentről, az nem is igazán filmes. Tehát, hogy meg kell élnie azt a nélkülözést, ahogy egy film elkészül. És akkor van alázat benne arra, hogy komolyan vegye magát. Nagyon nehéz, de ezt megfigyeltem a kollégáimon is, hogy aki egyszer csak bekerül a főiskolára, abban nincs meg ez a készség a néző felé, hanem az egója él, és az egója viszi előre. A filmrendezés ez egy önjelölt kategória, és ez az önjelölés, az ego, ez néha beviszi az erdőbe a gyerekeket, tehát hogy ebben kellene foglalkozniuk, hogy a néző legyen a legfontosabb, és ne ő. Ne magukat keressék a világba, hanem a világot magukba. Tehát ilyen egyszerű. Mit tanácsolna a fiatal filmeseknek, hogy tudják megtalálni ezt a világot, hogy lehetnek sikeres? Hát nehezen, egyre nehezebben. El kell kezdeni asszimilálódni ebbe a filmes világba. És akkor így egyre jobban látod azt is, hogy mi az, ami megcsinálható vizuálisan, dokumentumfilmbe vagy bármibe, amihez van készséged, van képességed. Nagyon nehéz a kihordása ennek, hogy fontosságot tulajdoníts magadnak a szakmában. Nagyon nehéz, de itt kezdődik, és nagyon örültem, hogy itt lehettem. A Big Film Fesztivál 70 nevezője között természetesen akadtak ferencvárosi fiatalok is. Laboda Tímea például a fővárosi élethez köthető pillanatokat próbált megragadni filmjében. 7 éves korom óta a 9. kerületben lakom. Én a BKF vágó mester szakára járok, és volt egy operatőri ismeretek órára, volt egy házi feladat, hogy készítsünk 2-3 perces videót, filmet, üdöt. És én igazából Budapestet választottam, azért választottam Budapestet, mert én külföldön is dolgoztam másfél évet, és emlékszem, hogy mielőtt kiutaztam, már nagyon elegem volt Budapestből. Így visszajöve rájöttem, hogy újra beleszerettem Budapestbe. És ezt az érzést akartam másnak is átadni, ezért Learn to Love a címe, tanulj meg szeretni, hogy tanulj meg megszeretni Budapestnek a csúnya részeit is. Próbáltam nem csak, hogy a képeken, a kompozícióknak, vagy a képek elemeinek a mozgását ilyen pörgősen egymás után vágni, hanem komoly hangvágás is volt. Tehát, hogy egy olyan élményt adjon az egész film, olyan városi élményt, hogy minden pörög. És sokszor egyébként a hangok egymás utánisága az, ami meghatározta a képeknek, hogy mikor jönnek be. Ez olyan, hát érzésből volt vágva, de mindenképpen az, hogy mindig olyan szürreális érzetet keltsen, de még mindig az, hogy ez a pörgő városi hangulat. Thank you.
A filmvetítést követően megkezdődött a díjátadó, ahol kiosztották az elismeréseket. A 20 év alatti alkotók kategóriájának nyertese Pekár Áron lett Life című filmjével. A film eredetileg egy amerikai amatőr forgatókönyvírónak a szüleménye, és mi ezt adaptáltuk, átdolgoztuk, kicsit magyarosítottuk, és ebből készült el tulajdonképpen a Life című forgatókönyvünk. Na. És meg. Mi van? És meg a vállam. Látod? Mindig itt vagyok. Pedig megütöttél. Na jó, lehet jobban fájt volna, ha nem lennél ilyen kislány, de igen, megütöttek, itt vagyok, lép tovább. Attól még nincs vége semminek, hogyha megütnek. Amúgy nem lehet olyan rossz verekedni. Te mi a fenéről beszélsz? Az, amit mondok, barátom, az az, hogy nem ijedhetsz meg a saját árnyékodtól. De én nem. Biztos? Igen. Oké. Basszus, most mindenki minket figyel. Kit érdekel? Bocs, mindenki, valamit mondanom kell. Meghalni az ágyatokban. Sok évvel ezelőtt elcseréltetek volna minden egyes napot arra, hogy visszajöhessetek ide és kapjatok egy esélyt. Csak egyetlen esélyt arra, hogy elmondhassátok az ellenségeiteknek azt, hogy elvettek az életeteket, de a szabadságotokat az soha. Igazából arról szól, hogy egy kávézóban két fiú beszélget, ez a két fő karakter. Az egyik egy ilyen bátortalan fiú, a másik pedig egy bátor, magabiztos, határozott fiú. És a határozott fiú próbálja egy kicsit ösztönözni a bátortalan fiút, ha úgy tetszik, és ennek a kicsit anyátlan fiúnak a kalandjairól szól. Ébredj már! Pakol! Menj oda! Haladj már! Szia, bocsi, csak láttam a matek könyvet, és nem vagyok valami jó belőle. Fú, én is utálom téged, is Carter tani? Aha. Szörnyű tanár. Hál' Istennek vége a szemeszternek. Még be sem mutatkoztam, Susan vagyok. Brett. Nagyon örülök, már láttalak az egyetemen. Tényleg? Egyébként pont most készültem visszamenni. Ha akarod, elkísérhetlek. Rendben, szuper. Igazából ez a film az Orosházi Táncsi Stúdió keretein belül készült. Az Orosházi Táncsi Stúdión belül is mi ketten vagyunk egy ilyen rendező-operator páros, Szebni Gabi és én jó magam. A Táncsi Stúdióban vannak olyan személyek, akik a stábban lévő többi feladatot ellátták. Volt hangmérnökünk, volt rendezőasszisztensünk, és tulajdonképpen profi körülmények között tudtunk filmet forgatni. A mi filmünk tulajdonképpen egy könnyű témát dolgoz föl, nincs egy olyan komoly üzenete, mint például a Gyöngyi által készített Skype-os videónak. A film címe Saudade, alkotója pedig Fazekas Gyöngyi. A 20 év feletti alkotók kategóriájában Fazekas Gyöngyi, a tavalyi harmadik helyezett, vitte el a fődíjat, ezúttal egy családi történettel. Ez a film, ez egy családtagnak az elvesztéséről szól, kicsit hasonlít ebben az előző filmemhez, mert ott egy szakításnak a feldolgozása, vagy hát egy szakításba lépés, vagy vállalása volt a téma, itt pedig annak a felismerése, hogy a család eltávolodott, vagy a családtag eltávolodott. Ami kicsit kevésbé adott, mint a szakítás, mert egy párt azt választunk, és aztán választunk másikat esetleg, hogyha az elsővel nem jött össze, de egy családtag az adott, és amikor ma egy családtag távol került tőlünk, de nem hal meg, hát ez elég gyakori mostanában, mert ki kell utazni, munkalehetőség, bármi, akkor az nehéz feldolgozni, hogy mert nem úgy családtag, mint előtte, hanem egy távolabbi rokonnál válik, akár egy testvér. Hallod? Mondjad, szia! Szia! Are you ready? One second! Te, van 5 percetek? Itt most indulunk. Adrian! Yes! De nincs valami gond. Could you come here, please? Figyelj ide! Fent a padláson a hétel meg... It's Camilla, my sister! T-
Tudom, hogy nem volt megbeszélve, csak Camilla, annyira fontos lenne. Camilla, my sister on the computer! Ah, Camilla, nice to see you. Hi, nice to see you too. Did you like the marinara sauce? Na, hogy ízlette a szósz, amit küldtünk. Ja, azt még nem kóstoltam meg, de thank you very much. She didn't like it. Nem csak, she said she hasn't tried it yet. Adrián, hogy tetszenek a könyvek? She's asking about the books, what she sent you, you know, how to teach yourself Hungarian. Yes, yes. It's very interesting, but very complicated, this magyar. Hogy mi van a magyarra? Hogy bonyolult neki, de érdekli. How was the sentence, what you learned? Egy palinkát kérek. Palinkát? Palinkát. És legyen kettő, jó? Kettő? Kettő. Úgy értem, hogy egy, kettő, három. Az még biztos, hogy az elején van. Hogy mire hazaérünk, megtanulja, jó? Azért szerettem ilyen a Skype-ot filmben használni, mert elmond valami olyat a szereplőkről, amit nem kell beleírnom a dialógusba. Mert az, hogy látom, hogy Skype-on beszélnek, az már elárulja, hogy távol élnek egymástól, hogy nincsenek napi kapcsolatban fizikailag, hanem valószínűleg ritkán találkoznak. Ez egy csomó olyan információt behoz, amit nem kell velük elmondatnom, hogy jaj, március óta nem láttalak, hanem az, hogy Skype-on beszél, az már nekem elmondja, mint nézőnek ezt. Adrián, please. Sure. Most miért küldted ki, család? Úgysem ért semmit, te pedig nem fordítasz. Már hogy ne érteni? Különben te is beszélhetnél angolul. Nem tudom elmondani angolul. De már itt lenne az ideje, hogy végre te is megtanulják. Jó, hagyjuk ezt most kérlek szépen. Azt mondják, hogy mi legyen azzal a hintával. De milyen hintával? Milyen hintával? A játszótérivel. A miénkkel? Persze, hogy a miénkkel. Hogy az kellene nekem? Ami a tiéd volt, azt már mind összecsomagoltam. Elviszed, vagy elküldöm neked, nem mindegy. De ez közös, ezzel nem tudom, hogy mi legyen. Tehát az már hogy 30 éve porosodik. Rá lehet arra még ülni egyáltalán? Szerinted kipróbáltam. Hát akkor most én tudjam? Azt tud, hogy kell-e vagy sem. De ezt egyáltalán ki se lehet tenni. Akkor nem. Nem, azt hiszem. Nem, de azért köszönjük. Jó van, akkor megy a tűzbe. Elégetnéd? Mit tartogassam? Ezt az apa csináltam. A film témája az illetve az ihletettség valamelyes, de közben mégsem a saját családom. De annyiban önéletrajzi, hogy a filmtett pályázatára írtam a forgatókönyvet, ahol meg volt adva az a motivum, hogy hinta. És én éppen akkor ezzel a gondolattal a fejemben, hogy jaj, mit írjuk a hintára, mit írjuk a hintára, ezzel mentem ki a nővéremhez Németországba, aki már kint él. És ekkor jutott eszembe, hogy hát mi lenne, ha Skype, ha távolság, ha nem tényleges gyerekek, hanem felnőttek életében a hinta, egy elvesztett hinta, vagy egy még porosodó, de mit csináljunk vele hinta. És úgyhogy tulajdonképpen innen jött a nővéremmel, beszélgettünk innen, és rájöttem, hogy ez talán izgalmasabb és aktuális lehet. Ennyi fért az idei Big Film Fesztivál összefoglalójába. Az eseményt jövőre is megrendezik, a jelentkezéssel kapcsolatban részletes információk olvashatók a képen látható webcímen és a Big Film Fesztivál Facebook oldalán.